Szombaton Lajos Muzsén sikerült ismét nyerni a Kecskeméti LC-nek, játékosaink ezúttal egy küzdelmes meccsen gyűjtöttek be 3 pontot. A pálya méretéstől nem igazán kedvezett a folyamatos játéknak, ettől függetlenül a helyzeteink megvoltak az elejétől kezdve, előbb kitulugrott ki egy védelmi hibát kihasználva, majd Toriska tetszelte 2-szer Varga kapust, előbb fejjel, aztán nem sokkal később lábbal. A vezetést végül Petric szabadrúgása után szereztük meg, aki pontosan tekert középre, Farkas pedig vétetetlenül fejelt a hosszúba. A gól után is megmaradt fölényünk, megvoltak a lehetőségeink, nem sokkal szünet előtt kitalálta legközelebb a gólszerzéshez, akinek a gólban arról várták kigulítását. A második félidő egy gyors góllal kezdődött, kitült teker közvetlenül a jobbról, Szerámi pedig vétetetlenül fejelt a jobb alsóba. A 2 gólos előny birtokában is támadásban maradtunk, átlövéseink és zicsereink is adottak, míg a vendégek csupán egy lesgólig jutottak, az eredmény tehát nem változott, 2-0-ra nyertünk Lajos Mizsén. A győzelem tényleg egy nehéz mérkőzés volt, egy nagyon szervezett, jó védekező csapattal találkoztunk egy egészen kisméretű pályán, aminek nem is volt olyan jó az állaga, és azért ez megnehezített egy picit a találkozót, de végül is miénk a 3 pont, úgyhogy ez mindig a legfontosabb, úgyhogy ennek örülünk tényleg. Legközelebb szeptember 17-én, azaz szombaton a Kalocsát fogadjuk a Széktói stadionban 17 órakor, a cél a győzelem a tavalyi bronzérmes ellen is. Pályán, úgy gondolom, hogy dominánsként kell fölépni. Múlt héten is elmondtam, minden ellenfélre készülünk, ez most is így van. Úgyhogy komolyan veszük azt a találkozót is, meccsről meccsről haladunk, úgyhogy az a következő állomás.